Tankok, helikopterek, taktikai egységek, új fegyverzet. A látványos hadgyakorlaton 1200 katona és 300 rendőr vett részt. Az Odgovor 2021, azaz a Válasz 2021 elnevezésű közös rendőri és katonai gyakorlatot Alekszandar Vučić államfő, a szerbiai katonaság főparancsnoka nyitotta meg. A bemutató elején azonnal egy túszdrámába csöppent a közönség. Ennek professzionális kezelését mutatták be. 22 páncélozott jármű, drónrendszerek, repülőgépek és csónakok segítségével. 26 korszerű kézi és könnyű fegyvert mutattak be. A második rajtaütés során pedig két Gazelle HO-45-ös helikoptert is láthattak a nézők, amelyekről deszantos egységek ereszkedtek le. A szerb védelmi minisztérium ezredese Slavko Rakić elmondta, a H-145-ös helikoptereket is gyártó francia Airbus vállalat több fejlesztést is átvett Szerbiától, ami a helikopterek felfegyverzését illeti. Hozzátette, hogy megkezdődött a szerb légierő korszerűsítése is a MiG vadászgépek fejlesztésével. A bemutató folytatásában páncélozott Hammer terepjárókat, Milos harci járműveket és az M15-ös szállító járművet is bemutatták. A szerb rendőrség és katonaság közös hadgyakorlata a Pasujanske Livade gyakorlótéren folytatódott. A 72. különleges műveleti egység terrorellenes akcióját mutatták be. A tankok és más harci járművek szemléje igazán látványosra sikerült. A két részes hadgyakorlaton a szerb államfő és Milorad Dodik Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb elnöklője mellett részt vett Ana Brnabić miniszterelnök, Nebojša Stefanović védelmi miniszter, Alekszandar Vulin belügyminiszter, Milan Mojsilović a szerbiai katonaság vezérkari főnöke, valamint Vladimir Rebić a szerbiai rendőrség igazgatója is.